A Madarak és Fák Napja a Föld Napjának magyarországi testvérünnepe, amelynek célja a társadalom figyelmének felkeltése, környezetvédelmi attitűdjeinek kialakítása. Mindenről reggeli műsorunkban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívőjével beszélgettünk. Korunk egyik legnagyobb problémája, hogy a szárazföldi területeknél a legnagyobb területi lefedettséget már az agrártáj jelenti, ezért az agrártáj biológiai sokféleségének csökkentse a legnagyobb problémát. Erre mondhatja az átlagember mondjuk a negyedik emeleti panelben, mint ahol én most ülök, hogy hát én mit tudok csinálni, nem vagyok agrárgazdálkodó. Alapvetően a lakosságon múlik mind. Ugyanis ha figyelembe vesszük, hogy a nyugati jólét társadalmakban, így Magyarországon is, a megtermelt élelmiszernek minimum a harmada, de inkább a fele gyakorlatilag automatikusan megy a kukába, és hogyha ezt a pazarlást megszüntetnénk, az azt jelenteni, hogy fele ekkora agrárterületen lehetne a mai emberiségnek élelmiszer, vagy legalább a nyugati világnak élelmiszer biztos módon biztosítani a táplálékát. Ez azt jelenti, hogy fele ennyi szántó lenne szükség, és a biológiai sokféleség visszahozható lenne. A Madarak és Fák Napjához kötődő megemlékezéseket részben Herman Ottónak, főként gróf Apponyi Albert vallási és közoktatásügyi miniszternek köszönhetjük, aki 1906-ban hivatalossá tette az eseményt.